Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egyre több a kisgyerek Bogyiszlón, bölcsöde épült a településen. Óvodafelújítás Kocsolán, 40 millió forint pályázati forrás nyert a falu. Folytatódik a parkosítás Szekszárdon, szél- és platánfákat ültettek a Fagyöngy utcai játszótérhez. Speed maraton Tolna megyében több mint 110 szabálytalan sofőr 24 óra alatt. Új mini bölcsöde nyílt Bogyiszlón. Az intézmény jelenleg 8 gyerek számára biztosít férőhelyet, de a jövőben, ha a szükség úgy kívánja, a duplájára növelhető az ellátási szám. A 152 millió forint értékű beruházás a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül valósult meg. A bogyiszlói általános iskolások műsorával kezdődött el a község új mini bölcsödéjének átadó ünnepsége. Az utóbbi években, köszönhetően a kormány családokat támogató programjainak, egyre több fiatal házas döntött úgy, hogy Bogyiszlóra költözik és családot alapít. A megnövekedett gyermekszámnak köszönhetően pedig szükség volt egy intézményre, ahová szülők a gyerekeket vihetik, amíg ők dolgoznak. Elemi érdek volt, hogy bölcsödét építsünk, és hát az állami ösztönzés is ebben van, hiszen ezek a területfejlesztési operatív program, de a Magyar Falu program is, és más pályázatok is támogatják a bölcsöde felújításokat, építéseket, és mi is szerettünk volna bölcsödét építeni. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt pár évben Bogyiszlóra közel 40 sikeres pályázat érkezett, amiknek köszönhetően számos fejlesztést tudtak végrehajtani a községben. Az elmúlt 4 évben Bogyiszló szinte összes középületét felújítottuk. Felújítottuk az óvodát, az iskolát, az egyházi intézményeket. Egy turisztikai beruházásként a bogyiszlói holtág környezetében egy sétányt, egy partfal megerősítést és közösségi teret hoztunk létre. A 8 férőhelyes bölcsöde mintegy 152 millió forintból a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül valósult meg. 10 millió emberre elegendő élelmiszer töbletet állítanak elő Magyarországon, mondta Orbán Viktor pénteki rádió interjújában. Hozzátette, hogy ha Európában megemelkednek az élelmiszerárak, akkor hirtelen olyan vevők is megjelennek majd Magyarországon, akik nagyon magas áron vennék meg a magyar termékeket. Ez azért veszélyes, mert ezzel kiszippanthatják az élelmiszert hazánk területéről, és nekünk nem marad, tette hozzá a miniszterelnök. Ezért korlátozták a gabona exportot. Hogyha a gabonát viszel ki Magyarországról, mielőtt megtennéd, azt előzetesen be kell jelentened, és hogyha az ország ellátás biztonsága megköveteli, akkor a magyar államnak elővásárlási joga van, tehát mi nem veszünk el senkitől semmit, nem vagyunk kommunisták, de megvédjük a nemzeti érdeket, és hogyha egy adott szerződésben szereplő gabona mennyiségre szüksége van Magyarországnak, akkor belépünk, és azon az áron meg fogjuk vásárolni. Az elmúlt 3 napban 5223 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.844.581 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.342 főre emelkedett. 1887 koronavírusos beteget ápolnak a kórházban, közülük 60-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.402.000-en kaptak. Tolna megyében 70 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 3 napban. Ezzel a járvány kezdete óta 39.077-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Közel 40 millió forintból újult meg a kocsolai óvoda. Az önkormányzat ezt a forrást a Magyar Falu program nyújtotta pályázati támogatásból nyerte el. Felújították a tetőszerkezetet, a csoportszobákat, a vizes blokkokat és korszerű tornaszobát is kialakítottak a gyerekek számára. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen hangsúlyozta, a Kocsolán élő gyerekek most már egy 21. századi modern óvodába járhatnak. Szeretettel köszöntjük most, itt egybegyűltek!
Csillogó szemekkel mosolyogva énekeltek a gyerekek a felújított óvoda átadó ünnepségén Kocsolán. Az épület korszerűsítésére már nagy szükség volt, az ehhez szükséges pénzt az önkormányzat pályázati forrásból nyerte el. Az ünnepségen részt vett a Tolna megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és Potápi Árpád János államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Egy újabb átadáson vehetünk részt most Kocsolán. 40 millió forintból újították fel az óvoda épületét. 2 csoportszobát lehetett ebből a pénzből modern módon megcsinálni, illetve a tornaszobát. Alakították ki, megújultak a mosdók, a gyerekeknek a mosdói, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy egy 21. századi nagyon szép óvodába járhatnak itt Kocsolán is most már a gyerekek. A kormány célja a népesség csökkenés megállítása. Ennek egyik lépcsőfoka a modern, jól felszerelt óvodák kialakítása. Ennek örülünk, hogy az utóbbi időben nagyon sok gyermek született, a megyének szüksége is van erre. Szeretnénk, hogyha megállna a népességfogyás Tolna megyében és szerte az országban, a Kárpát-medencében is. Teszünk is érte. Biztatjuk a szülőket, azáltal is, hogy ilyen létesítmények épülnek. A település útburkolatainak állapota jelentősen megromlott, ezek helyreállítása szintén pályázati támogatásból fog megvalósulni, és egy új játszótér is elkészül még tavasszal, az óvoda udvarában. Tájékoztató kisfilmeket mutatunk be csatornánkon a következő napokban az április 3-ai országgyűlési választással és a népszavazással kapcsolatban. Az informatív, közérthető videó összeállításokban szakértők, jegyzők és a helyi választási irodák vezetői mondják el a legfontosabb tudnivalókat a voksolásról és népszavazásról, azok menetéről. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatjuk majd le a voksainkat az erre a célra kijelölt szavazókörökben. Folytatódik a faültetés Szekszárdon. Az önkormányzat ezúttal a Fagyöngy utcában található játszótér köré helyezett szil- és platánfákat. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője és a körzet önkormányzati képviselője elmondta, több zöld területfejlesztési tervel is készülnek idén a Tolnai megyeszékhelyen. Tovább zöldül Szekszárd, ugyanis a Városfa program keretében Magyarország megyeszékhelyei 20 darab sorfát kapnak. A Szekszárdnak biztosított csemeték egy részét korábban már a Barátság utcai Generációk parkjában helyezték el, ezúttal pedig az újonnan épített Fagyöngy utcai játszótér köré ültettek. Azért, hogy legyen árnyék is, mert hát igaziból a fák, amik voltak eddig mellette, azok a játszótérnek az északi oldalán voltak, és hát az nem igazán fog ide árnyékot vetni. 7 darab fát ültettek a játszótérhez, többségük szil, illetve platánfa. Továbbá szintén a közelmúltban elkészült kerékpáros pihenőbe is kerültek csemeték. Sajnos nem lehet elég közelre ültetni, a szomszédokat nem szeretnénk zavarni. Ugye itt már a játszótérnek a helyszíne is változott egyszer épp a szomszédnak az igényei miatt, sőt most cserjét ültetünk, ott lehet is látni a kerítés mellett a cserjesort, hogy a nyugalomhoz való joga érvényesüljön, tehát ne zavarják őt a játszótéren levő gyerekek. A fenntarthatósági program keretében országszerte összesen 7000 fát ültetnek el az év folyamán. Mindenkinek jut támogatás a lakossági napelem pályázat keretéből, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek, jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Steiner Attila közölte, hogy a kiírást példátlan érdeklődés kísérte, több mint 40 000 kérelem érkezett. A pályázati folyamat a hiánypótlásokkal folytatódik, és várhatóan a 203 milliárd forintos keretösszeg maradékára is lehet majd jelentkezni, tette hozzá. Több mint 110 gyorshajtót és más szabálytalanságot elkövető sofőrt fogtak el a rendőrök Tolna megye útjain 24 óra alatt a Nemzetközi Speed Marathon nevű akció során. Az egyenruhások olyan helyszíneken is figyelték az autókat, amiket előzetesen az állampolgárok javasoltak nekik. Egymás után állították meg az autókat a rendőrök Tolna megye útjain, de nem csak itt, egész Európában ugyanezt tették a rendőrei néhány napja. Most tartották ugyanis a Nemzetközi Speed Marathon nevű sebességmérő akciót. Barnabás, minden rendben volt. Köszönjük szépen. Én is a korrekt nyilatkozatot, ez mellé. Elfogadt tőlünk egy ilyen vadriasztó sípot? Mindent rendben találtak ennél a sofőrnél,
ezért ő még egy vadak elriasztására szolgáló, felragasztható sípot is kapott ajándékba. Azt mondja, volt már, hogy őt is gyorshajtáson kapták, éppen ezért fontos, hogy a rendőrök időnként felhívják a figyelmet ennek veszélyeire. Sajnos módon a gyorshajtást azt néha mi is elkövetjük, de nem sosem úgymond akaratos, de tény és való, hogy központilag célszerű odafigyelni, mert ha senki nem tartaná be ezeket a szabályokat, akkor a nagy számok törvényében nagy káosz is lenne. A rendőrök csak Tolna megyében 52 helyszínen vadásztak a szabálytalanul közlekedő sofőrökre. Ebből 13 olyan helyszínen, amelyet az állampolgárok ajánlottak az elmúlt időszakban. Ennek az akciónak tulajdonképpen a lényege természetesen nem az, hogy a szabályszegőket megbüntessük, hanem hogy felhívjuk minden állampolgár figyelmét arra, hogy nagyon balesetveszélyes a gyorshajtás. A 24 órás akció során több mint 9000 ellenőrzést végeztek el Tolna megyében az egyenruhások, és 113 esetben fogtak el gyorshajtókat, vagy más szabálytalanságot megszegőket. A hatóság szóvivője szerint még mindig rengeteg tragédia következik be azért, mert sokan nem megfelelő sebességgel haladnak az utakon. A baleseteknek legalább 50%-a amiatt következik be, hogy az utakon közlekedők gyorsabban haladnak a megengedett sebességnél. Fontosnak tartjuk azt, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjuk a szabályos és balesetmentes közlekedésre, és mindenki hazaérhessen. Országosan az összesen 706 rendőr részvételével megtartott akció ideje alatt 1297 helyszínen 457.061 járművet ellenőriztek, ezek során 5013 sebesség túlépést mértek az egyenruhások. We Love Tolna névvel rendezett családi napot a Decsi szőlőhegyen a Tolna megyei önkormányzat szombaton. Az egésznapos programokkal az volt a szervezők célja, hogy erősítsék a helyi közösségeket. A négy állomásos kezdeményezésnek ez volt a befejező része. Színpadi műsorok, ugrálóvár, gyermekprogramok, finom ételek és italok várták a családokat a szombati rendezvényen. A legtöbben Szekszárdról és környékéről érkeztek, és mivel az időjárás is kedvezett a szabadtéri programoknak, minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Nagyon jó, kellemes családias hangulat, felnőttek gyerekek mindannyian megtalálják a maguknak való programot. A gyerekek a felfújható játékokat élvezték a legjobban, de az arcfestés is népszerű volt. Még várasztunk, táncoltunk. És arcfestés, ennyit. És melyik volt a legjobb? A légvár. A We Love Tolnát négy helyszínen rendezték meg, Dunaföldváron, Pakson, Faddomboriban és a Szekszárd melletti helyszínen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, már évekkel ezelőtt elkezdtek azon dolgozni, hogy a fejlesztések mellett a helyi közösségek megerősítését is segíteni tudják. Most már az anyagi javak úgy nagyon-nagyon szépen felgyarapodtak, mind a családoknál, mind a településeknél. Vannak olyan települések, ahol nem nagyon tudnak mit építeni, mert nem tudnak mire pályázni, mert megvan az óvoda, a bölcsöde, mindent fölújítottak, a járdák ki vannak fényezve, tehát nagyszerű az dolog. És ezért próbáljuk mi azt a szempontot előtérbe hozni, hogy az emberek lelkét, szívét, meg a gondolatvilágát kellene tuningolni. Fehérvári Tamás azt mondja, hogy a következő ciklusban nem csak a fejlesztések, hanem a hasonló közösségépítő programok is folytatódnak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Baloldali leépítés, jobboldali fejlesztés vidéken fórumot tartottak a Magyar Falu programról Villányban. Épületátadó és alapkőletétel, 2,5 milliárd forint értékű beruházások a gyermekklinikán. Színes és tartalmas programsorozat Siófokon, az Operett király emlékének adóznak a balatoni településen. A vidéki Magyarország fejlesztéséről, a modern városok és a Magyar Falu program eredményeiről tartottak fórumot Villányban. A vidékfejlesztési programokért felelős kormánybiztos volt a vendége a térség országgyűlési képviselőjének. A baloldali politika leépíteni a vidéket, megszüntetni a falvakat. Erre már tettek kísérletet 2002 és 2010 között, mondta a kormánybiztos. Ezért a fejlesztési tervek csak akkor valósulhatnak meg a kistelepüléseken, ha marad a jelenlegi kormányzat április 3-a után is.
Az ország 80-85% a vidéken él, ezért fontosak azok a programok, amik a vidéki települések fejlődését segítik, köztük a Magyar Falu Program, vagy éppen a Modern Városok Program, mondta Gyopáros Alpár Villányi Fórumán csütörtökön. A baloldali politikusok azonban ezt másként gondolják, ami mindig előjön a kampányokban, mondta a kormánybiztos. A választópolgárok, a magyar emberek pontosan értik, hogy mit beszél az ellenzék, és ezért rendre vidéken olyan választási eredmények születnek, amelyet a baloldal nem tesz zsebre. És valószínűleg erre tronfol rá a baloldal, és aztán erre születnek újra hasonló választási eredmények, és nyilvánvalóan innen fakadhat valahonnan a baloldal eredendő vidék gyűlölete. Szerintem ez nem egy helyes hozzáállás, nem egy helyes magatartás. De még egyetlen baloldali politikustól sem hallott a választások után, hogy önvizsgálatot kellene tartani. Gyopáros Alpár emlékeztetett rá, hogy 2002 és 2010 között tudatosan rombolt a vidéki létet a baloldal. Vasúti szárnyvonalakat és buszjáratokat szüntettek meg, közel 400 iskolát, óvodát zártak be, vidéki pedagógusok kerültek az utcára. Ezért fontos a terület országgyűlési képviselője szerint is, hogy folytatódjon a Magyar Falu Program. Létkérdés, hogy ez ne álljon meg, márpedig én azt gondolom, hogy ha marad a kormányunk, akkor biztos, hogy marad ez a program. Másban nem tudok gondolkodni, de hát nyilvánvalóan, mivel választásról van szó, ha túloldal jön, de biztos, hogy a Magyar Falu Programnak vége, de ezt nem hagyhatjuk. Azért kell harmadikán minél több embernek eljönni, mellettünk kiállni, hogy ezt az ütőképes és nagyszerű programot folytatni tudjuk. 3 éve indult a Magyar Falu Program. Baranya megye, mint kistelepüléses szerkezetű országrész, különösen érintett ebben a vidékfejlesztési programban. Erről is szó esett a Villányi Fórumon csütörtök délután. Elkészült a pécsi gyermekklinika pszichiátriai épülete. Az új háromszintes, közel 1000 négyzetméteres szárny 1,2 milliárd forint állami támogatásból valósult meg. Az átadó ünnepséget egy alapkőletétellel kötötték össze. A legújabb beruházásban a gyermeksürgősségi centrumot is megépítik. Csebben a tenger. Így kezdte köszöntő beszédét Hoppá Péter. Mint elmondta, az elmúlt pár hónapban hatalmas fejlődés volt megfigyelhető az egészségügyi beruházások terén. A Pécsi Tudományegyetem gyarapodása és fejlődése és a klinikai központ különböző objektumainak megújulása és az új épület szárnyak felépítése gazdagon demonstrálja és mutatja, hogy az elmúlt esztendők Pécs és a régió fejlesztésének kiemelkedő korszaka volt. Kővári János az élet megmentéséről, a fizikai és mentális egészség megtartásának fontosságáról beszélt. Hozzátette, hogy a kormányzat és a város együttműködése jelentősen javult az elmúlt időszakban. Nagy megtiszteltetés, ahogy Péter is mondta nekünk, pécsi képviselőknek, hogy az elmúlt pár hónapban itt 10 milliárdos nagyságrendben egészségügyi fejlesztéseket adhattunk át együtt, hiszen ez azt mutatja, hogy mind az itt élők, a pécsiek, mind a kormányzat úgy gondolja, hogy az egyik legfontosabb feladat a mai világban az az életvédelme. A klinika igazgatója méltatta és külön megköszönte mindazok munkáját, akik az építkezésen és a külső-belső terek kialakításában vettek részt. A modernizálás jelentőségét egy hétköznapi példával illusztrálta. A gyermekpszichiáter, pszichológus, szakember és a gyermek kapcsolata egy intim beszélgetés. Vagy legalábbis nagy része egy intim beszélgetés, amit le lehet folytatni egy egyébként különben ebédlőnek is használt, viasosvászon terítővel borított asztalú helyiség sarkában, meg le lehet folytatni egy olyan kezelőhelyiségben, amit a pszichiátria szakmai szabályai szerint újonnan hoztak létre. A sajtótájékoztatót követően az új épület szomszédságában tették le az alapkövét a sürgősségi és baleseti ellátást teljes körűen megvalósító szárnynak. A tervek szerint itt 40 ezer gyermeket látnak majd el a sebészeti, a fülészeti és a sürgősségi járóbeteg rendeléseken. Újra megrendezték a gépésszel szakmaismereti versenyt általános iskolásoknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A döntőben 10 háromfős csapat mérte össze tudását. A verseny zsűriének elnöke azt mondta, meg kell ismertetni a gyerekekkel a gépészeti szakmákat, hiszen a legtöbben nem találkoznak ezekkel a mindennapokban.
Így a továbbtanuláskor sem gondolnak erre a szakmai területre, mint lehetséges irány. Feladatokat oldanak meg a háromfős csapatuk a gépésszel szakmaismereti versenyen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. Ők olyan 7.-8. osztályos fiatalok, akik pályaválasztás előtt állnak, mint például a Pécsi Testvérvárosok Terei Iskola tanulói. Szeretnék ebben a szakmacsoportban tovább tanulni, hiszen szüleim is ezt csinálják, mint édesanyám és édesapám is, ezért szeretném tovább vinni ezt a szakmát, és átadni még több embernek mindent tudnak, amennyire csak lehet. A papám karosszéria lakatos volt, szóval nekem is szimpatikus és tetszik ez a szakmairány. Hát és igazából nekem ennyi, meg érdekel. A zsűri elnöke azt mondja, azért fontos ez a verseny, mert a hétköznapokban nem találkoznak ezekkel a szakmákkal a fiatalok. Meg kell velük ismertetni, hogy később ebbe az irányba tanuljanak tovább. Ez is fontos feladatnak érzem azt, mind az iskolák, mind a kamara és a cégek részéről is, hogy hasonló rendezvényeket szervezzünk, ahol meg tudjuk mutatni magunkat, ahol megláthatják, hogy mikkel dolgozunk, milyen körülmények között. Ezért is örülök annak, hogyha jönnek üzemlátogatásra hozzánk. Sajnos most a pandémia miatt nem volt lehetőség erre, de bízom benne, hogy ez a dolog is újra fog éledni. Vannak ebből is pozitív tapasztalataink, van olyan nálunk, aki valamikor ott volt egy üzemlátogatáson, megtetszett neki a szakma, elvégezte, nálunk volt tanuló, és most meg már nálunk van, mint munkavállaló. Összesen 20 csapat indult a megyéből a gépésszel versenyen 60 tanulóval. Közülük 10 csapat került be a pénteki döntőbe. Itt 10 állomáson, 7 gépipari vállalkozásnál és 3 gépipari szakmákat oktató középiskolánál 10 gyakorlati feladattal találkoztak a versenyzők. Egész éven át tartó programsorozattal várja Siófok az operett szerelmeseit. A világhírű zeneszerző Kálmán Imre születésének 140. évfordulója alkalmából a város tematikus kiállításokat szervez, és különleges zenés előadásokkal is készül. A rendezvények célja, hogy bemutassák és tovább éltessék a somogyi születésű operett király örökségét. Ez Kálmán Imrének az első saját zongorája, 16 éves korában vásárolta. Krónikus inhüvelygyulladása miatt nem lehetett zongoraművész, ez azonban korán sem tántorította el Kálmán Imrét a zenétől és a színház világától. 1882-ben született Siófokon, a róla elnevezett sétányon álló szülőháza ma már emlékmúzeum. A Zeneakadémia elvégzése után ő még arról álmodott, hogy szimfonikus műveket fog írni, viszont ezeknek a műveknek nem talált kiadót, se Budapesten, se Bécsben. És hát ebből az időszakból származik egy elhíresült mondása, amit mindig el szoktunk mondani, ami úgy hangzik, hogy ha ez így megy tovább, akkor valami retteneteset fogok csinálni, operettet fogok írni. És hát ezt a rettenetet ő véghez is vitte. Kálmán Imre több mint 20 operettet írt, ezeket a világ számos színpadán játszották, és játsszák még ma is. Legalább 50 slágerét éneklik világszerte. Leghíresebb műve az 1915-ben bemutatott Csárdás királynő. Siófok most születésének 140. évfordulóján egy emlékévvel tiszteleg az 1953-ban elhunyt, nemzetközileg is elismert zeneszerző munkássága előtt. Szervezünk kiállítást, ebből kettőt is. Az egyik az emlékházban lenne, ez a tavaszi időszakra vonatkozik. Itt még akár egy primadonna öltözőjébe is betekintést nyerhetnek a látogatók, illetve újságcikkeket, és a kort mutatja be az akkori időket. Majd ősszel pedig a könyvtár szervez egy másik kiállítást a művész munkásságával kapcsolatosan. Ezen kívül még operettekhez kapcsolódó műsorok lesznek, ezek inkább a nyár folyamán, ahogy többen ismerik már a belvárosi zenei estjeinket, ehhez hasonlóan ugye vannak operettestek. Ezekre kerül sor a nyár folyamán, vagy akár a szabadtéri színpadon is, nem csak a belvárosban. A programsorozatot egy gasztroverseny színesíti majd, október végén pedig egy egyhetes korhű műsorsorozat várja az érdeklődőket a Kálmán Imre Művelődési Központban. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Egyre több a kisgyerek Bogyiszlón, bölcsöde épült a településen. Óvodafelújítás Kocsolán, 40 millió forint pályázati forrás nyert a falu. Folytatódik a parkosítás Szekszárdon, szél- és platánfákat ültettek a Fagyöngy utcai játszótérhez.
Speed Marathon Tolna megyében több mint 110 szabálytalan sofőr 24 óra alatt. Kettől átalakul a légköri helyzet, de egyelőre még csapadékmentes, enyhe idő valószínű. Napközben egy melegfront felhőzete húzódik térségünk fölé, így fokozatosan megszűnik a tartós napsütés. Számottevő eső még nem valószínű. Helyenként megélénkül a délnyugati szél, éjszaka csapadék nem várható, de felhős marad az ég. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!